A növekvő gyereklétszám hatásai megmutatkoznak a közoktatási intézményeinkben, értékelte a helyzetet Fildik Géza Kalocsa polgármestere. Ennek köszönhető, hogy folyamatosan helyhiánnyal küzdöttek a bölcsödékben. Ezen a helyzeten segített a belügyminisztérium 50 millió forintos pályázata. 2011 óta működik ez a bölcsöde itt a városban, 33 gyerkőcöt tudunk befogadni, és kevésnek bizonyult. Nagyon örömteli az, hogy Kalocsán is a demográfia úgy alakul, hogy egyre több gyermeket vállalnak, és nyilván itt a szülőknek a munkaerőpiacon való jelenléte és az anyáknak, a szülőanyáknak a munkába való visszaállását ezt nagyban segíti. A 33 főt 45 főre tudtuk bővíteni, tehát 12 fő plusz befogadó képességgel növekedett a bölcsöde. Ez egy jelentős kapacitás növekedés, ez belső átalakításokat, belső kialakításokat igényel, tehát maga az alapépület az adott volt ehhez a beruházáshoz. Új csoportszobák kerültek kialakításra, mozdóhelységek, nyilván itt megvannak, hogy a bölcsöde befogadó képességhez mekkora területek, mekkora csoportszobák, milyen mosdóhelységek, tisztálkodóhelyek kellenek, hogy ez szabályszerűen tudjon működni. Ezt most itt így ki tudtuk alakítani, illetve egy belső bútorzatot is a pályázat lehetőséget tett egy új beszerzésre, úgyhogy ezeket valósítottuk így meg. Ez a felújítás egyelőre kezeli a kialakult helyzetet a bölcsödei szinten, mondta Katus Györgyi intézményvezető, aki arról is szólt, több esetben kellett elutasítani szülőket eddig helyhiány miatt. Ez a rész még nem volt teljesen megtöltve tartalommal, illetve nem volt gazdaságosan kihasználva. Amiből most csoportszobát tudtunk alakítani, az egy tornaszobai funkciót töltött be, de ebből kettő volt. És úgy ítéltük meg, hogy így ezzel a pályázati összeggel meg tudnánk valósítani azt, hogy itt egy gyermekeknek megfelelő méretű csoportszobát és az előírásnak megfelelő műszaki tartalmakat ki tudjanak alakítani. És nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hiszen nekünk is rossz, ha egy szülőnek azt kell mondani, hogy nem tudjuk most bevenni a gyereket, és ő menne vissza dolgozni, és hogy akkor ő most mit csináljon. És így, hogy a családok támogatása megvalósult ezzel, ez a családbarát politikát is erősíti, én azt gondolom, és hát az érzékenységét a polgármesteri hivatalnak, illetve a fenntartónak a tekintetben, hogy szeretné támogatni a kisgyerekes családokat. A Paks 2 beruházása felmérések szerint lélekszámnövekedést hoz majd Kalocsa életébe, különösen a tervezett híd megépítése után. A megnövekvő gyereklétszám miatt a jövőben további fejlesztésekre lesz szükség az oktatási intézményekben is, állítja a város polgármestere. Óvodabővítés az folyamatban van, tehát jelenleg is folyik egy 75 fős új óvodának az építése, illetve egy plusz 75 főt mondom, tehát mindösszesen 150 fős új óvodát szeretnénk építeni, úgyhogy az óvodai kapacitásokat is bővíteni kívánjuk. Ugye korábbi években, tehát a városban az óvodák azok hosszú évtizedek óta működnek, és ugye itt a demográfiai alakulás miatt ugye változó a gyermeklétszám, és most, hogy emelkedőben van, helyünk van, csak ezeket korszerűsíteni kell, illetve kettő óvodánkat kell kiváltani, amely az épülete már az egyik az több mint 100 éves, másiknál is komoly beázási problémáink vannak, úgyhogy ott nem nagyon tudjuk megoldani, úgyhogy értelemszerűen bölcsödefejlesztés, óvodafejlesztés, az iskoláknak is a kapacitása is lehetőséget teremt még, hogy ez a felnövekvő generáció itt a városban tanuljon. Folyamatosan kapcsolatot tartok ugye a tankerülettel, illetve a tagiskolai vezetőkkel is, úgyhogy ők is szépen várják ezt a felnövekvő gyereklétszámot.